száz sóhajszál felé árnyékok hívják. A produkció, ami talán nem túlzok, azt mondom, hogy ez az évad szuperprodukciója, vagy ennek az évnek a legjobban várt, vagy legnagyobb hatású színházi bemutatója. Rebeka, bármerre jársz te most. Rengeteg lett fal lesz, szóval megpróbáljuk ezt az óriási teret olyan képpen megjeleníteni, mint hogyha föl nagyobbodna körülöttünk a tér, egy szoba, rengeteg ablak, egy szoba. Nyilvánvaló ott van a Mendelékkastély nagy lépcsője, ami egy központi elem. Most egy új elemmel megtoldottuk, van egy ága, ami nem vezet sehova, az a hazugság ága a lépcsőnek. Rebeka, ébredj Rebeka, hagyd az éjszakát, hisz vár rád Mendelé. Sok szép siker kötődik Szegedhez, a Szegedi Szabadtéri Színházhoz, és valóban én is 7-8 évvel ezelőtt voltam utoljára, és már nagyon hiányzik, úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy újra Szegeden játszhatok. Egyrészt a közönséget is nagyon szeretem, szeretem a légkört, és én hát alig várom, én még nem sürgetném ezt a bemutató időszakot. Tehát én a próbaidőszakra szeretnék oda kerülni, hogy már ott együtt éljünk, és tulajdonképpen úgy alkossuk meg ezt az előadást, hogy nagyon, ahogy szinte csak Szegeden szoktuk, hogy ott születik meg ez a produkció annak a közönségnek. Akik éltében szolgálták rég. Egyszer már majdnem úgy volt, hogy megint megyek Szegedre, csak akkor egyeztetési problémák miatt végül is az a produkció az nekem nem jött össze. Úgyhogy már egyszer gondoltam rá, és akkor ez hosszú idő volt nekem, hogy mikor megyek már Szegedre. De most végre igen. Hát ez egy olyan nagy múltú nyári fesztivál, színházi fesztivál. Ahogy az ember rögtön így kihúzza magát, mikor megtudja, hogy Szegeden fog fellépni a szabadtérén. Szóval ez egy ilyen nagy ügy. És ugye én játszottam úgy is, hogy a dóm volt a hátam mögött. Játszottam úgy is, hogy a nézők mögött volt a dóm, tehát én láttam a dómot. Én is azt kívánom, hogy söpörjön végig a Rebeka a Szegedi dómtéren. Szerintem nagyon-nagyon jó kis csapatot raktak össze, tehát a Béres Attila vezetésével szerintem ez egy nagyon-nagyon kis különleges kis egylet lesz, és a Szél Rózsa minden irányából vagyunk művészek, és ez mindig jó. Én azt érzem, hogy olyankor mindig egy olyan összefogás keletkezik, egy olyan fúzió, ami igazán inspiráló tud lenni, és ingergazdag közeg. Mégis élned kell, ébredned kell. Természetesen szeretném használni azt az eszközt is, amit különböző koncerteken láttam, miért ne mondjam azt, hogy szeretném, hogy egyszer csak egy-egy dal, egy-egy pillanatának az erejéig ezen az óriási lett fal világon megjelenik egy-egy szereplő szeme, egy-egy szereplő arca. Egy kicsit belelátunk a fejébe, belelátunk a szemébe, belelátunk a szembenézés pillanatában a fájdalom, de őszinte szemébe. Ha minden igaz, akkor a végén valóban föl fog gyúlni Mendelé. Azért nagyon különleges szerintem a Rebeka Musical, mert ugye a musical micsoda? Zenész színház. És a zenész színháznak mi lehet a feladata? Szórakoztasson. Ebben van egy nagyon speciális lehetőség ebben a musicalben. Eleve, hogy krimiről beszélünk, az már önmagában egy picit speciális. És azért fantasztikus lehetőség ez a musical, mert minden egyes dal, ami előfordul benne, az egy nagy lehetőséget ad a színészek számára, hogy 3 percen belül csodát műveljenek, és az éneken felül egy színészi alakítást nyújtsanak. Hála Istennek, nagyon jól ismerem, belaktam már ezt a szerepet, volt rá alkalmam. Hála érte Béles Attilának, aki ugye kiválasztott erre a szerepre. Én azt hiszem, hogy mindenképp ajánlanám a következő generációnak, hogy nézzék meg először a filmet, ugyanis az forradalmi volt. Szerintem még izgalmasabb, hogy musical készült belőle. Nagyon bátor dolog volt, hogy Lévai Szilveszterék ehhez a krimihez nyúltak. Nem igazán láttunk musicalbe krimit még. Ilyen szempontból
szempontból is egy újdonság volt és forradalmi dolog volt. Én azt hiszem, hogy lélegzetelállító pillanatok vannak a darabban. Azok a pszichés csöndek is akár a muzsikában is benne van. Van egy híres kastélykép, ahol majdnem kiderül az igazság, de mégsem. Hát a musical színésznők között elterjedt, hogy a Mrs. Danvers az egy nagyon különleges énekelnivaló, egy csodálatos szerep. Ahhoz tudjuk hasonlítani, hogy általában a musicalben a férfiakat illeti meg ilyen monumentális jelenlét, mint itt ez a szerep, amit most megkaphattam. Tehát nagyon érdekes összekapcsolódása a musicalnek és ennek a rejtélyes történetnek. Tehát az az ilyen misztikus, titokzatos, picit félelmetes történet, ami a Rebecca története szerintem nagyon lebilincselő. Rebecca!